Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, kiderül, hogy mi is az a lipogem, és hogyan lehet használni. Megtudhatjuk, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időkre, és hogy milyenek a vízöntőjegyű emberek. Pál István elmondja nekünk ezúttal is, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az évezen időszakához, Mazák Katalintól pedig szépségápolási tanácsokat kapunk a természet jegyében. Tartsanak velem! Nem tudom, hogy önök hallották-e már azt a kifejezést, hogy lipogem. Én először nem igazán tudtam hova tenni, de azóta megtudtam, hogy ez az egészségünk megúvására, illetve helyrehozatalára alkalmas módszer. Hogyan és mire, azt most megtudjuk. Lipogem kezelés, amikor speciális technikával a hasfali zsírszövetből zsírszövetet nyerünk, ezt megfelelő eljárással kezeljük, és ebből úgynevezett lipogemet nyerünk ki, amely a normális csontvelőhöz képest kb. 10-szer több sejtet tartalmaz, és ezt adjuk be a kezelendő ízletbe vagy területbe. Gyorsan van egy kérdésem, én el vagyok akkor látva ezzel, de hogyha valaki vékony, nincs fölösleges kilója, akkor ő neki hogy lesz zsírszövete? Zsírszövete mindenkinek van, tehát annyi amennyi a kezeléshez szükséges, akár a hasfalról, combról nyerhető. Értem, tehát akkor a általam irigyelt soványok is hozzá tudnak jutni. Mire jó ez a kezelés? Ez leggyakrabban csípőizületi, illetve térizületi polckapások kezelésére, de alkalmazok egyéb ízületekbe is, bokaizületbe, könyökizületbe, válizületbe, valamint alkalmazható még teniszkönyök, golfkönyök, vágylamos válizleti szindrómák, akilleszíngyulladások, illetve talpi bőrnyegyulladások kezelésére. Ez hogyan működik? Helyi érzéstelenítésben infiltráljuk érzéstelenítő oldattal, illetve sóoldattal hasfalat, ezt egy ilyen speciális aspirációs tűvel lenyeljük a zsírszövetet, megfelelő készülékkel a benne lévő tömeléket, véravadékokat eltávolítjuk, és az így kinyert anyagot adjuk be a kívánt területbe. Azt mondod, hogy speciális tűvel, tehát nem kell, hogy ilyen hasivágás legyen. Nem szükséges. Ez tulajdonképpen egy fél centiméteres behatolás szükséges, amely a tűnbe vezetjük. Ez altatásban történik, vagy csak teljesen helyi érzéstelenítéssel? Teljesen helyi érzéstelenítésben. Van-e olyan ember, aki nem alkalmas erre a kezelésre? Tehát itt is vannak kizárókok, tehát ha valakinek van egy aktív daganatos megbetegedése, autoimmun megbetegedése, valamilyen aktív gyulladásos folyamat a szervezetében, akkor nem végezzük el. Ha ezek nincsenek, és hozzákezdünk a kezeléshez, akkor, hogyha bekerült a kezelendő területre ez az anyag, amit ugye kinyertünk, akkor ott mi fog történni? Ebben a zsírszövetben egyrészt maga a mechanikai funkciója tulajdonképpen beolajozza az ízletet, illetve a benne lévő ősejtek, ezek átalakulnak polcképzősejtek, és segítik a polcnak a regenerációját, illetve a környező kötőszöveteknek a megújulását. Ezután a beavatkozás után, mert ugye ez nem egy ilyen beszaladok az ambuláns rendelőbe és megtörténik a beavatkozás, hanem ehhez azért komolyabb előkészületek szükségesek, tehát műtő szükséges. Ha ez megvolt, tehát elhagyta a beteg a műtőt, mennyi ideig kell még a kórházban vagy klinikán tartózkodnia? Maga az, ez egy ambuláns műtétként végezhető. A műtéti beavatkozás egy órán belül megvan. Ezt követően a beteget egy óráig megfigyeljük, majd otthonába bocsátjuk. Térdízület esetén elég egy olyan 7-10 napos kimélet, csípőízület esetében, mert ez a nagyobb ízület, általában egy 6-7-es kiméletet, tehát tehermentesítésre javaslunk a betegnek. Viszont műtétet követően az aktív tornáztatását az ízületnek meg kell kezdeni azonnal. Ez azt jelenti, hogy a műtét után vannak speciális gyakorlatok, amiket el kell végezzen. Ez miért? Azért, hogy ez az anyag szétoszoljon az egész ízületben, és ki tudja fejteni a funkcióját. Tehát elmondhatjuk, hogy ezekkel a sejtekkel arra késztetjük az ízületet, hogy regenerálja saját magát? Magát az ízületi polcfelszínt. Tehát ilyenkor is fontos egy vizsgálat a betegnek, a fizikális vizsgálaton kívül, hogy azért legyen olyan sejtrészete, amikor az még meg tud újulni. Tehát amikor abszolút protézis beültetése jön szóval, olyankor nem kontraindikálja a kezelést. Van a mellékhatása ennek a kezelésnek? Ennek a kezelésnek mellékhatása esetleg az annyi lehet, hogy a maga a műtéti területének az kellemetlen, fájdalmas egy picit, illetve nagyon picit bevérezhet, de mellékhatása nem szokott lenni, mert ez egy testazonos anyag.
olyanra kerülhet-e sor, hogy mondjuk meg kell ismételni a kezelést, mert használt, de még nem értük el a kívánt eredményt. A kívánt eredmény olyan 2-3 hónap után várható. Ezt még Európában néhány éve alkalmazzák. Ha egy kezelés nem érte az eredményét, akkor általában nem szokták javasolni a ismételt megismételését. Ha mégsem sikerül a kezelés, akkor protézis ültethető-e be? Természetesen beültethető, tehát semmi nem kontraindikálja a protézis beültetését. Ez egy testazonos anyag, tehát ha nem jön létre a kívánt eredmény, egy olyan fél éven belül, utána nyugodtan beültethető a protézis. Most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek a vízöntőjegyű emberek, hogyan kell őket jól kezelni, és aki azt szeretné tudni, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De ne felejtsük el soha, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. A bak után a vízöntő következik. A vízöntő, úgy gondolom, hogy ha egyszer föltalálják a négykerekű esernyőt, ami almareszelőnek és kölömreszellőnek egyaránt jó lesz, akkor azt vízöntő fogja megtenni. Nevetünk rajta, mert a korember, ez már a vízöntőkor. Mindent feltalál, a szerencsés esetben önmagát leginkább, az a jó benne. Nevetni kell néhány vízöntőn, mert a zsenik áldása és átka benne van a legtöbbjükbe. De valójában azért a számítógépet, az űrhajót ugyanazoknak a vízöntőknek köszönhetjük, akiket kinevetünk. Társas lények, társasági lények, fontos nekik a barátság, a támogatás. Van olyan vízöntő barátom, akinek még ahhoz is protekció kell, hogy lehúzza a vécét. Mindig keresi a lehetőséget. Emberszerető. Nagyon emberszerető típus, segít, de inkább közösségen, mint egyes emberen. Egyébként azt hiszem, hogy az, hogy nem anyagias, az megint egy fontos tulajdonsága a vízöntőnek. Azt szoktam mondani, hogy közülük kerül ki a legtöbb halhatatlan, aki valójában egyébként élhetetlen volt. Tehát a pénz nem igazán hajszolja a vízöntőket. Kos, vigyen egy kis humort a mindennapokba, így sokkal könnyebb elvenni a konfliktusok élét. Ráadásul a mosoly jótékony hatással van egészségünkre. Bika, mindennek megvan az oka, nem kell feltétlenül más felelős találni, olykor elég az is, ha megoldódik a probléma. Ikrek, menni vagy nem menni, ez itt a kérdés. Minden lehetőség megvan, hogy legnagyobb álmaihoz közelebb kerüljön. Rák. Soha senki nem mondta, hogy az élet sétagalop, de nem is kell minden apróságot felfújni és szélmaromharcot vívnia. Oroszlán. Mindenkinek vannak problémái, és néha olyan, mintha saját magunkkal is szembe jönnénk. Ilyenkor a legjobb, ha adunk magunknak egy kis időt, hogy megnyugodjunk és reálisabban lássuk helyzetünket. Szűz. A kritikusságát most jobb lenne, ha tartalékra állítaná. Éles nyelvét mostanában kevesen viselik jól, ráadásul ön még a megszokotthoz képest is morgósabb. Mérleg. Még nagyon az éveleje van, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a semmilyen nehézkesen alakuló helyzetből. Higgy el, lesz jobb is. Skorpió. Nem kell mindennek megérteni az okát, és az sem baj, ha nincs mindenre magyarázat. A sors most nagyon tolja az ön szekerét, élvezze, hogy minden elképzelése termékeny talajra hull. Az okok firtatását hagyjuk unalmasabb időkre. Nyilas. Soha nem gondolta volna, hogy olyan dolgok érdeklik majd, amik eddig még csak álmaiban sem szerepeltek. Egy új hobbi, egy új tevékenység veszi mostanában kezdetét.
Bak, a türelem nem a legnagyobb erénye. Próbálja meg javítani ezt a tulajdonságát, mert akárhogy is áll hozzá, kénytelen lesz várni. Ha ehhez nincs türelme, akkor nehezebben fogja ezt az időszakot viselni. Vízöntő. Sok kisebb-nagyobb helyzet volt mostanában, amit utólag már egészen másképpen látott. Éppen ezért, mielőtt döntéseket vagy kardinális kijelentéseket hozna mostanában, legyen sokkal megfontoltabb. Halak. Új helyzetekben találja magát nap mint nap. Nem is érti, hogyan alakultak ezek így. Talán lékonysága és humora viszont minden helyzeten átsegíti. Rendszeres nézőink tudják, hogy most dr. Pár Istvántól fogunk érdeklődni, hogy milyen népszokások, babonák kötődnek ehhez az időszakhoz. Végre februárban tartunk, tehát január-február itt a nyár. Milyen népszokások, babonák kötődnek az évezen időszakához? Az az érdekes, hogy a februárt általában úgy szoktuk elképzelni, hogy hideg, rettentő hideg, havas idő. Nem tudom, hogy most éppen február egész havas lesz-e, vagy hideg lesz-e. Az elmúlt év az nagyon kitett magáért, és igazán sokat fáztunk. Remélem, hogy ebben az évben nem lesz olyan hideg. Február általában a farsang ideje, ezt senkinek nem szabad elfeledni, és mivel a húsvét most idén is, mint tavaly, elég korán köszönt be, a farsangnak is februárban lesz vége, ellentétben azokkal, akik még február végén, meg március elején is szoktak farsangolni, farsangi bálokat tartani, meg kell nyugtatnom őket, hogy ez már nem hivatalos farsang idejére esik, és ebben ilyenkor már böjtölni kellene mindenkinek, hiszen most február 21-e a hanvazó szerda, tehát utána már zsíros ételeket, kivéve a torkos csütörtököt, tehát a hanvazó szerdát követő első napot nem szabad fogyasztani. Akkor viszont érdemes még elfogyasztani azokat az ételeket, amelyeket farsang farkán felhalmoztunk, és nem tudtunk megenni, hiszen nem szeretnénk, hogyha kárban vesznének. Egyébként a farsang az általában a három utolsó napjára koncentrálódik, annak az időszaknak, ami január 6-án vízkeresztkor kezdődött, és ekkor szokták a bálokat rendezni, tehát vasárnap, hétfő, keddről van szó, farsang, vasárnap, farsang, hétfő és húshagyókedd, ez az a három nap, amikor tobzódnak az emberek az ételben, italban, bálokban, különböző maskurás, tehát álarcos cselekményekben előadnak olyan játékokat, amelyek nyomdafestéket nehezen tűrnek, bár mostanság a nyomdafesték elég sok mindent elbír, de régebben ekkor eresztették ki a gőzt az emberek, és az év egyébként 362 napjában szorgosan, istenfélően dolgoztak, éltek, de ez a három nap ez teljesen a tékozlásé volt. Fontos étel egyébként a farsang idején a zsíros ételeken kívül a fánk, hiszen ki nem hallott volna már a farsangi fánk eredetéről. Ennek a néphitben elég fontos szerepe van a kuruzslásban, gyógyításban, hiszen úgy tartották a délvidéken, hogy a farsangi fánk elkészítésekor az elsőt, ami kisült, félretették, megszárították, összetörték, tehát porrázúzták, és ha beteg volt az állat, beteg volt a jószág a gazdaságban, akkor ezzel a porral próbálták meg gyógyítani. Tehát ennek is van egy ilyen vetülete, hogy nem csak azért tesszük a fánkot, mert finom, hanem mert analógiás formában, tehát gyógyító szerepet is tulajdonítanak neki. Egyébként február, ahogy az elején említetted, valóban is szokták mondani, hogy január, február, itt a nyár, már kifelé megyünk a télből, tehát ekkor már az emberek arra gondolnak, hogy jön a tavasz, elkezdődhetnek a tavaszi munkák, tehát az egész évre való munkasorozatnak a bevezető részei. Ilyenkor szokták kihordani a trágyát a szántóföldekre, ilyenkor például már a zöldséges kertekben a petrezsály, mert tehát a zöldség magot már el szokták vetni, ha egyáltalán megengedi a természet, és nem hóba kellene vetni, és úgy kellene felásni a területet. De van néhány olyan nap, amelyik nagyon fontos a néphagyományok szempontjából. Rögtön itt az elején, február 3-a, Balázs napja.
amely egyébként a balázsolásnak az ideje. Szent Balázs püspök emlékére szokták volt. Itt általában múlt időben kell beszélnünk, hiszen ezek a szokások már kikaptak a hétköznapi gyakorlatból. Szent Balázs tiszteletére szoktak a tanulók, iskolai tanulók a tanítóik vezetésével végigmenni a falvakban vagy a településeken. Szokták toborozni azokat a gyerekeket, akik még nem járnak iskolába, de iskola érettek, hiszen annak idején nem volt általános iskola kötelezettség. Győzködni kellett a szülőket arra, hogy milyen fontos az, hogy a gyerekeik iskolába járhassanak és tanuljanak, és egyébként is kiegészítő jövedelmet gyűjtöttek a tanítónak, fakarddal járták végig a települést, és erre a felkeresett házaknak a tulajdonosai, a gazdasszony szalonnát, kolbászt tűzött, amit aztán a tanító jövedelmeként betudtak, vagy pedig ő megvendégelte utána a gyerekeket. Nagyon fontos február 19-e Zsuzsánna nap, hiszen ekkor már vége kezd lenni a télnek. Úgy mondták, hogy elpisálja a havat Zsuzsánna, tehát ekkor elkezdődik általában a hóolvadás, de ez tulajdonképpen február 24-én Mátyás napkor, jégtörő Mátyás napkor tetéződik, bár azt is szokták mondani, hogyha Mátyás talál jeget, elolvasztja, ha nem talál, akkor csinál, tehát ez még lehet egy ilyen időszaknak a fordulója is, hogy a hideg idő még meleg, vagy már melegre válthat, de a meleg idő már hidegre. Vajon tudjuk-e hormon háztartásunkat mozgással befolyásolni? A válasz igen, de vajon mivel és hogyan? Mi ez az Aviva torna? Hát, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy hormontorna. 7 különböző gyakorlatsorból álló férfiaknak is és nőknek is nagyon sok élethelyzetben használható torna. Mi az, hogy hormontorna? Hiszen aki biológiában jártas, az tudja, hogy a hipotalamus-hipofizis rendszerünk felelős a hormonjaink működésért, vagy legalábbis az irányításáért, hogy egy torna ezt hogy tudja befolyásolni? A köldök és a farizom alatti területet mozgatja meg a torna, ezáltal vérbőséget okoz ezen a területen. Mostanában nagyon sokat ücsörgünk, és ezért ez a terület el van nyomva. Mint a gátizom, mint a farizom, mint a hasizmok nincsenek megfelelően tornáztatva. Ezáltal a hölgyeknél a petevezeték, a méh, a mellékvesék nagyobb vérellátást kapnak, ezért tudja befolyásolni igazából ezeknek a hormon termelését a torna. És akkor mit lehet vele elérni? Tehát serkentjük a hormon termelést, és akkor mi fog történni? Saját magát a szervezet kiegyensúlyozza. Természetesen nem fog menstruációt hozni egy 8 éves kisfiúnak, vagy kislánynak, vagy nem fog menstruációt hozni egy menopauzás 70 éves hölgynek. Mindenkinek a saját élethelyzetének, a saját életciklusának megfelelően fog hatni a torna. Például akinek rendszertelen menstruációja van, azt rendszeressé teszi, akinek fájdalmas, görcsös menstruációja van, azt megszünteti. Nagyon sok esetben segít a mióma, ciszta és endometriózis meggyógyulásában is. Említetted itt a különböző korszakokat, tehát ez azt jelenti, hogy a gyakorlatsorokat másképp kell használnia annak, akinek menstruációs problémái vannak, másképp, aki mondjuk éppen a menopauzát tapossa. Így van, például inkontinenciánál teljesen más gyakorlatsort kell csinálni. Alapból 6 hónapig javasoljuk az alapgyakorlatsort, kiegészítve az adott problémára specifikus gyakorlattal. Van, aki egy adott problémára naponta tornázik 5-10 percet, és van olyan, aki hetente 2-3-szor csinál egy fél órát összesen. Én amikor legelőször olvastam erről a módszerről, éppen a házas élet javítása kapcsán olvastam erről. Ez célja, vagy csak kellemes mellékhatása a tornának?
Hát van, akinek ez a célja, hogy emelkedjen a libidója, férfiaknál segíti a potenciát, segíti a, például a spermium számnak az emelkedését, a mozgását, de van, akinek ez plusz hozadéka ennek a tornának, hogy ő még pluszba ezt megkapja. És nem ciki, ha valaki úgy jön ide, amit ugye a hétköznapokban annyira nem dicsekszünk arra, hogy mondjuk, hát igen, van némi vizeletcsepegési problémám, esetleg aranyerem van, vagy éppen a házas életemen szeretnék egy kicsit dobni, mert nem annyira toppon lévő pillanatnyilag, ez nem ciki, vagy egyáltalán nem is beszélnek erről a... Hát ez attól függ, hogy ki az illető. Tehát van, aki abszolút nem vallja be, hogy ő neki ez a problémája. Csoportos képzésen, ha bevallja, mert mondjuk valaki más már bevallotta, akkor nagyon ügyesen el szoktam mondani, de például az inkontinenciára szoktam figyelni, tehát bármennyire nem vallják be a hölgyek, én szoktam róla beszélni, és szoktam mutatni néhány gyakorlatot, amit azonnal el tud kezdeni. A férfiaknak a problémáját inkább a feleségek vagy a barátnők jönnek, és ők keresnek meg, és akkor itt viszont a páros oktatást szoktam javasolni egyéni oktatásban, és akkor felvállalják, akkor elmeri mondani, hogy bizony ő neki már nincsen hajnali merevedése, ő neki prostata problémája van, vagy esetleg heres viszér tágulata van, vagy ilyesmi. Mi van akkor, hogyha valakinek rendben van a menstruáció, már nem akar gyereket, még nem menopauzál, csak úgy egyáltalán szeretné megismerni ezt a módszert? Ő kaphat itt hasznosat, vagy érdemes neki már ezzel foglalkozni, megelőzendő, vagy karbantartani magát? Azt szoktam mondani, hogy maga az Aviva torna a női életet végig kíséri. Tehát mikor még 10 éves korban azt gondoljuk, hogy na, rendszeres már a menstruáció, de nem szeretnék gyereket, akkor használják az Aviva tornát megelőzésre. Tehát gyakorlatilag, hogy ne fogadjon meg, hogy ne legyen gyereke. Fogamzásgátlásra. Aztán, amikor babát szeretne, akkor az segíti a teherbeesést, hiszen vérbőséget okoz. Ma már azt is tudjuk, hogy ha lombik programba indul valaki, akkor is hasznos a torna, hiszen egészségesebbé teszi a méh nyálkahártyát, nagyobb az esélye a megtermékenyítésnek. Ha pedig már megszületett a gyermek, vagy mondjuk várandós, akkor várandós tornája is van az Avivának, és szülés utáni tornája is van az Avivának. És ha megjelenik az életében egy ciszta vagy egy mióma, akkor ugyanúgy hatásos a torna. Ha elérkezett a menopauzához, akkor az összes köztes vérzéseket és minden egyéb problémát segít túlvészelni ezt a torna, illetve a menopauza után pedig a tüneteket tudja csökkenteni. Nagyon sok esetben akár a 60 éves korban az inkontinenciát vagy a méh süllyedést tudja korrigálni valaki ezzel a tornával. Tehát gyakorlatilag végig tudja kísérni az egész élethelyzetét, az élet útját ez a torna, és nagyon sokszor elő lehet venni. Na most úgy képzeljük el, mint mondjuk egy aerobik órát, hogy ugra-bugra, legugol, felás, stb., vagy milyen mozgásokat rejt? Maga a félólás alapgyakorlatsor, abban van bemelegítés, van nyújtás, van hasizomgyakorlat, van hátizomgyakorlat. Mondanám azt, hogy megfelel egy aerobiknak, de nem az. Kerülni az ugrálós, szögdelős gyakorlatokat, inkább a belső izmokat mozgatja meg, kis és nagy kar lendítésekkel, láblendítésekkel. Azt szokták mondani a lányok, hogy elfáradnak a fél óra alatt, meg szoktak izzadni benne, de nem olyan fárasztó szerintem, mint egy step aerobik például. Tehát tulajdonképpen térjünk vissza egy kicsit az előző kérdésemre, hogyha semmi baja nincs valakinek. Éli a kis 35-40-45 éves kori életét, még nincsenek komolyabb menopauzás tünetei mondjuk, tehát akkor mire tudja ezt használni, vagy milyen a mindennapokban praktikus hatása van, ha amúgy tényleg rendben van? Mindenképpen meg kell említeni a vérbőséget okozása miatt a megemelkedett stresszoldó hatását a tornának, illetve magának a beleknek a mozgását segítve akár fogyást is el tud indítani. Nagyon sokan ülünk 35 év fölött, és nem mozgunk.
és mindenképpen ajánlom a tornát ezeknek az embereknek, akik sokat ülnek. Megelőzésképpen, hiszen az üléssel renyhülnek a gátizmok és a tartóizmok, ezeket erősíteni kell mindenképpen, illetve a hasizomfalat is erősíteni kell. Ha jól rakom össze, akkor akár még székrekedős problémákkal is lehet jönni. Több olyan ismerősöm is van, aki ülőmunkát végez, és bizony okoz ez neki ilyen jellegű gondot is, tehát akár nekik is segít? Igen, mindenképpen. Mindenképpen segíthet. Aranyeres problémákra is, illetve székrekedésre. Mindenképpen. Van-e olyan, akit eltanácsolsz, akinek azt mondod, hogy ne haragudj, de ezt neked nem lehet? Igen. Aki 6 héten belül bármilyen műtéten esett át, őt tőle azt kérem, hogy hívjon vissza 6 hét múlva. De hogyha... gondolom, bocsánat, ebben nem értendő bele, ha egy szemölcsöt levettek. Jaj, az nem. Tehát rendes, komolyabb műtéti beavatkozása. Műtéti beavatkozása. Ezt most rosszul mondtam, tehát nem úgy értem a komolyságot, hanem nagyobb műtéti területre. Hát mondjuk, ha altasásban történik, vagy egy nagyobb vágás történik a köldök és a farizom között, akkor nem szoktam javasolni. De mondjuk mellműtét után sem szoktam javasolni. A másik pedig ez a rákos elváltozások. Ott mindenképpen az orvost ki kell kérni a véleményét, hogy javasolja a mozgást, vagy nem. Illetve az endometriózis betegségnek vannak bizonyos fázisai, amikor nem javasoljuk a tornát. Mennyi ideig kell, tehát ha én most jövök és megtanulom, és mondjuk kisebb problémáim vannak, akkor mennyi ideig kell, vagy folyamatosan kell most már egy életen keresztül gyakorolni, vagy hogyan működik ez? Hát magát a módszert egy 4 órás alapképzésen lehet elsajátítani. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy érdemes megvenni a könyveket, mert akkor otthon tudja csinálni a gyakorlatsort. Ha valaki táncos múlttal rendelkezik, akkor sokkal könnyebben megtanulja ezt a gyakorlatsort, ez a tapasztalat, de van, akinek bizony akár 3 hetébe is kerül, mire meg tudja tanulni ezt a 18 gyakorlatot. Az, hogy meddig kell csinálnia, amíg meg nem szűnik a problémája. Fenntartásként akár csinálhatja úgy, hogy mondjuk menstruáció görcsölése van, akkor előtte 5 nappal megcsinálja a tornát, vagy 2 nappal előtte megcsinálja a tornát. Aki azt mondja, hogy babát szeretne, annak mindenképpen egy 3 hónap heti 2 rendszerességgel javasoljuk a tornát. És amikor problémája van, akkor előveszi. Ha valakinek mondjuk inkontinens problémái vannak, és mondjuk már megszűnt a probléma, de hogy ne jöjjön elő, neki is ilyen heti 1-2 elég lesz? Hát az inkontinencia az egy kicsit érdekes szituáció, mert ott azokat az izmokat folyamatosan edzeni kell, tehát ott mindenképpen egy 2-3 perces, mindennapos 1-2 feladatot kell csinálni. És aki mondjuk a házas élete javítása miatt szeretné, hogy a hüvelyizmai jobbak legyenek neki, és akkor ezt így rendszeresen kell? Igen, rendszeresen. Hát ezt ő dönti el igazából, mivel libido emelkedést okoz, ő dönti el, hogy most ezt 2 naponta akarja megcsinálni ezt a tornát, vagy csak néhány ilyen beszorítást, mindenhol végezhető gyakorlatot csinál, akár a busz megállóba, amíg várja a buszt, vagy fogmosás közben. Ezek amíg várja a buszt, tehát ezek szerint ez egy olyan mozgás, ami nem látszik, tehát nem fognak furcsán nézni ránk a busz megállóba, hogy édesem, ez mit csinál? Van olyan mozdulata az Avivának, amit akár buszmegállóban lehet csinálni. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra és a legjobbakat. Viszontlátásra!